Mai alkalommal kőzetvizsgálatokra kerül sor. A kőzeteknek milyen három nagy típusát ismeritek? Igen, ez a három típus, a vulkáni, átalakult és az üledékes kőzetek, ami közül az utóbbit, tehát az üledékes kőzeteket fogjuk ma megvizsgálni. Itt 7 darab üledékes kőzetet készítettünk ki, a permivörös homokkövet, a hárshegyi homokkövet, a homokot, a löszt, a dolomitot, és kétféle mészkövet, a kagylós mészkövet, és a dachsteini mészkövet. Ezeket fogjuk különböző szempontok szerint megvizsgálni. Az első szempontunk a kőzetnek az állaga, keménysége lesz. Ha ránéztek ezekre a kőzetekre, ezekre a kőzetmintákra, már ránézésre is van-e különbség szerintetek keménységben, állagában? Igen, valóban, már ránézésre is vannak olyan kőzetek, amik keménynek látszanak, mint például a dachsteini mészkő, és puhának, mint a lösz, vagy például porlónak, mint a homok. Meg is nézhetjük őket egy kalapács segítségével, megkocogtathatjuk, és megláthatjuk, hogy mennyire kemények. Ugye a homokot nem is kell kopogtatni, ugye ez porló, különálló szemcsékből áll. Aztán a lösz kézzel morzsolható, kisebb szemcsékre tördelhető szét. A többi 5 kőzet azonban eléggé keménynek és ugye kompaktnak, összefüggőnek látszik. Nézzük meg, hogyha megkopogtatjuk kalapáccsal, akkor mire jutunk. A hárshegyi homokkörről ugye jól látszik, hogy kis darabokat tudunk lekopácsolni, letörni. Ha egy bonctűt veszünk a kezünkbe, és azzal kapargatjuk, akkor meg tudjuk karcolni a felszínét. Így azért a hárshegyi homokkörről elmondhatjuk, hogy elég jól formálható, faragható, közepesen kemény kőzet. A kagylós mészkövön, ha megpróbáljuk, akkor szintén elég könnyen tudunk darabokat letörni, és bonctűvel karcolva is, hát eléggé hamar rovátkákat vésünk a kőzetbe. Ezek tehát közepesen kemény, sőt, mondhatni mondjuk a kagylós mészkő puha kőzeteknek bizonyultak. Nézzük meg a permivörös homokkövet. Hát, tudok belőle törni kalapáccsal, de azért nem olyan könnyen, és eléggé ellenálló kőzet, kemény, ugye megkarcolni se tudom bonctűvel. Hasonlót fogok tapasztalni, ha a dolomitot ütöm, még keményebb, vagy a dachsteini mészkövet. Erről csak szilánkokat tudok lepattintani, és bonctűvel már nem tudom karcolni. Ugye ebből látjuk, hogy az üledékes kőzeteknek nagyon különböző lehet a keménysége. Ez függ a keletkezési módjuktól, attól, hogy mi az, ami összetartja, összecementálja őket. Mit gondoltok, hogy ez a kagylós mészkő, ez hogyan keletkezhetett? Miért találunk benne jól láthatóan kagyló maradványokat? Valóban ez a kagylós mészkő a tengerekben a mészvázas puhatestűek vázából jött létre, amikor azok elpusztulva leülepedtek és összegyűltek a tengerfenéken. A lösz például, ugye miért ennyire porló kőzet? A lösz a pleisztocénban, a jégkorban az akkor garázdálkodó hűvös szelek által szállított porból ülepedett ki, ami aztán
hát egy vékony hártya segítségével állt össze egységes kőzetté. Most megnézzük, hogy a kötőanyag, a cementáló anyag és eleve a kőzet anyaga milyen, miből áll. Ugye ez vagy kovasavat, vagy karbonátokat tartalmazhat. Ehhez sósavat, 10%-os sósavat fogunk használni. Mit gondoltok, hogy a karbonát tartalom hatására milyen reakciót várhatunk el a sósav és a karbonát tartalmú kőzet találkozásakor? Igen, a karbonát tartalom sósav hatására pezsegni fog. Legalábbis akkor, ha kálciumkarbonátról van szó, tehát a kálciumkarbonát kimutatása az most 10%-os sósav segítségével történik. Nézzük meg, hogy mi történik, ha rácseppentek egy cseppet a permivörös homokkőre. Ugye jól látjuk, hogy a sósav szépen ott marad a kőzet felszínén, és egyáltalán nem mutat semmilyen reakciót. Nézzük meg a Dachsteini mészkövet, amelyik ugye jól láthatóan hevesen, buborékosan pezseg. Következő egy kis homok lesz, amire rácsöppentve nem tapasztalunk pezsgést. Ugye ez azt mutatja, hogy ez nem meszes, nem kálciumkarbonát tartalmú homok. Végezzük el ezt a sósavas cseppentést a kagylós mészkővel. No, hát ez igazán, ugye heves pezsgési reakciót mutatott. Ebből mire következtethetünk? Igen, arra, hogy a mészkőnek jelentős, ugye, kálciumkarbonát tartalma van, a mészkő kálciumkarbonátból áll. Nézzük a hársegyi homokkövet, amelyik semmilyen reakciót nem mutat, a sósav beszívódik. Akkor nézzük a löszt. Heves, jól hallható pezsgést tapasztaltunk. Ennek az az oka, hogy a porszemcséket mészhártya cementálja, köti össze, így lesz belőle a leülepedő porból kőzet, és ezért nagyon heves pezsgést mutat. Utoljára hagytuk a dolomitot, amire ha rácseppentünk, akkor nem tapasztalunk semmit. Ugye ebből arra következtetünk, hogy nincs benne kálciumkarbonát. De vajon semmilyen karbonát tartalma nincs ennek a kőzetnek, nincs benne valamilyen karbonát? De van, és ezt mindjárt be is lehet bizonyítani, hogy van, ha egy kis szemcsét leütünk ebből a dolomitból, és ezt a kis szemcsét beletesszük egy főzőpohárba, ezt ide felraktam erre a háromláb állványon álló azbeszt lemezre, sósavat öntök rá, és ezt a sósavat elkezdem melegíteni. Ugye ehhez meg fogom gyújtani a borszeszégőt, ugye, alá teszem az állványnak, és elkezdem melegíteni. Mit tudok a kémiai reakciók hőmérséklet függésétől? Mit tudok előidézni egy kémiai reakcióban, ha plusz hőt közlök vele, ha melegítem? Így van, a kémiai reakciók felgyorsulnak, láthatóbbá válnak, tehát akár ugye a teljesen lappangó állapotról megjeleníthetővé, tehát mondjuk pezsgést előidézővé tudom tenni őket. Melegítéssel is az a célom, hogy
az egyébként nagyon lassan észrevétlenül lejátszódó reakciót most láthatóvá tegyem. Tehát ha van karbonát tartalma a dolomitnak, akkor azt várom, hogy a sósavban ez a kis dolomit darabka elkezd pezsegni. Nézzük meg! Ugye, vigyázzunk ilyenkor, hogy a melegített sósav fölé ne hajoljunk, ne szagoljuk be annak gőzeit, csak oldalról, messziről szemléljük meg ezt a pezsgést. Már elkezdtek jönni a buborékok, és ugye ahogy melegítjük, látszik, hogy megkezdődik egy idő múlva az ugyanolyan pezsgés, mint amit a mészkőnél tapasztaltunk. Ugye ennek az oka az, hogy a dolomitban nem csak kálcium, hanem magnézium is található. A dolomit ugyanis kálcium-magnézium-karbonát, és ezért csak melegítés hatására tudjuk ezt a pezsgési reakciót kiváltani, de akkor igen. Oltsuk el a bunzenégőt. Hogyan tehetjük ezt biztonságosan? Nagyon egyszerűen ráborítjuk a kupakját, és már el is aludt. Ugye ezzel, ha megszüntettük a hőközlést, akkor egy idő múlva ez is le fog csillapodni ez a reakció.